Pont a minap volt szerencsém beszélgetni egy régi ismerősömmel az okosórákról, meglátta a kezemen is, rögtön az áráról kérdezett, és arról, hogy mit tud valójában. Beszélgettünk egy ilyen 10-20 percet, és a végén konstatálta, hogy szerinte ez ugye igazából annyira nem is fontos, neki nem kéne, ennyit ő nem adna érte. Ezzel is teljes mértékben egyet tudok érteni, ő már azért egy 50 feletti kategória, viszont én imádom az okosórákat, nagyon szeretem az enyémet, és ezzel nagyon-nagyon sokan így vagyunk, még azért a fiatalok kezén ott lóg, nem feltétlen csak a fiatalokén, de egyet kell, hogy értsünk, ugye? Azért ezek az eszközök bizony hasznosak, és azért segítik a mindennapjainkat erőteljesen. Na már most két ilyen órát fogunk ebben a videóban közelebbről szemügyre venni az Acme termékeiből, név szerint az SW101-eset és az SW202G-t. Ezek ugye az alsó kategóriából származnak, nem a leg-leg-leg alsóbbból, azért megnézegettem a piacot, ilyen 5000 forinttól indulnak az okosórák, amiket már föl tudsz tenni a kezedre, és digitális valamit ír, meg valamit számol. Ezek azért a 20.000 forintos kategóriába esnek már, ugye ez a Huawei, amit itt a kezemben van, ez az a közép, 50.000 forintos, és azért vannak ennél sokkal drágábbak is, 100.000 és bőven a fölött, tehát ezek a maguk kis 20.000 forintos átlag árával, én azt mondom, hogy az olcsó kategóriába tartoznak, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak ehhez képest, milyen az anyaghasználat. Kezdjük a narancssárga és lila dobozzal. Nagyon jól látszik, hogy itt az elején ezt az órát ugye a normál óraforma kedvelőinek készítették, egyszerű. Egyszerű kerek, egyébként ezt én is jobban preferálom, mint ezt a téglalap alakút. Nagyon igényes kis doboza van, mágneses és ablakos ugye, bele tudsz nézni, hogy mi az, amit megveszel, mi az, amiért pénzt adsz, és még rá is van ragasztva a kijelzőre, hogy fog ez majd mutatni bekapcsolt állapotban. Rögtön szembe ötlik, hogy iOS és Android eszközökkel is szintúgy tudjuk használni. A hátulján pedig bővebb információ, mindenféle értesítést meg tudunk kapni, az órán ugye rezeg, a mobilon biztos be tudjuk állítani ezt pluszban, hogy miről kapjunk értesítést, legyen az SMS, legyen az hívás, stb. Egy majdnem egy incses LCD kijelzője van, giroszkóp is van benne, amikor ugye egy szemedhez fordítod, akkor világít, akkor kapcsolva a kijelző, tehát hogy fölöslegesen ne fogyassza az energiáját. Maximum 4 napig bírja az aksia, számolja a kalóriát, vízálló, IP68-as, a neten azért sokkal többet találok róla, mint így hirtelen a hátulján. Lépésszámláló, megtett távolság, elégetett kalória, húzusmérő lépésszámláló, alvásfigyelés, számolja az alvás óráinak átlagos számát, a mély és könnyű alvás időt, megjeleníti az elalvás és ébredés óráját. Hát, hogy őszinte legyek, én nem tudnék órában aludni, de valakinek megy, az biztos tudja használni ezt a funkciót is. USB kábel a kis töltőjéhez, itt szépen összedugod, és ez biztos, hogy mágneses, ráhelyezve az órát tudod tölteni. Oh, running, SW programot kell hozzá letölteni. Oké, cserélhető szíjak. Ez frankó. Nem gondoltam volna, azt hittem, hogy itt nincs erre lehetőség, de van. Akkor így töltöd ugye a mágnes oda szippantja. Nem feltétlen nekem áll jól, egy picit nagyra nőttem én ehhez, de amúgy annyira rosszul sem, szerintem. És látjátok, pont ez a így szépen elsötétül, és ahogy ide emelem a szememhez, rögtön fel is villan, be is kapcsol. Az oldalsó gombbal tudsz a funkciók között ugrálni. Lépésszámláló, megtett távolság, elégetett kalória, alvásfigyelés, gondolom, szívritmus. Kíváncsi vagyok a lépésszámlálójára, mégpedig azért, mert ezek azért csalhatnak. Sőt, a helyzet az, hogy ugye erre a lépésszerű kézlendítésre is nagyon előszeretettel számol neked pluszba. Volt olyan, hogy egész nap együtt mozogtunk mondjuk Paplova barátommal, vagy Sirius barátommal, és mindketten viseltünk valamilyen okosórát, neki pedig hamarabb jelzett, vagy nekem, nem tudom, hogy megtettem a 10.000 lépést, és nagyjából tényleg ugyanarra mentünk, és ilyen 3-2.000 lépés differencia volt közte, tehát ilyen erősebb szám. Szóval kíváncsi vagyok, most 57 lépésnél jár. 57 lépést szimulálok neki. Tehát ez a... megy előre a paraszt. Tehát azért ilyen 30%-ot én nagyjából rá tudnék számolni mindegyik órára. Szerintem annyit mér pluszba a te 10.000 lépéseddel egy nap. Mikor ugye küldi a kis értesítést, hogy haha, 10.000 lépés, gratulálunk! Hát az csak 7.000 kb.
90, gyerekek. Már 90-re ugrott, csak azért, mert itt egy párszor meglenyítettem a karomat. Tehát ezek a lépésszámlálók az okosórákban nem az igazságot mutatják neked. Valószínűleg tartom, hogy csak a saját alkalmazásával működik együtt. Gyerekek, egyébként egész jól néz ki ez a menü. Átlátható. Itt van a 7000-es cél, hát gondolom ezen lehet állítani. Megtett távolság, elégetett kalória. Púzusszám. Gyerekek, a célom az 65 kg az alkalmazás szerint. Hát, ez nem fog összejönni. Úgy néznék ki, mint a szar. És itt a beállításokban, az értesítéseknél tudod bekapcsolni, hogy miről kapja a értesítést. Gyanítom, hogyha minden értesítés be van kapcsolva, tehát mindenféle alkalmazásodról jön neked rezgés, meg ilyesmi az órádra, akkor az a 4 napos aksidő az nem true, tehát mondjuk inkább legyen 3 vagy maximum 2. Nem úgy tűnik, mint hogyha érintésérzékeny lenne a kijelzője, pedig itt valami olyasmit mutatnak. A gombbal tudsz mindent kiválasztani, én úgy veszem észre. Vagy léptetsz egy kis klikkel, vagy pedig hosszan nyomod, és akkor ugye kiválasztod az adott funkciót. Egyébként így összeszerelés ügyileg rendben van a dolog szerintem. Alumínium házban van, nincsenek hézagok, egész kényelmes viselni, nem túl nehéz az óra. Haladjunk tovább az SW202G-re. Nagyjából ugyanazt írják le a hátulján. Ő már automata fényerőt is tud állítani magának, és akár 14 napig bírja az aksija. Csak úgy, mint az én Huawei Watch GT-m. Az sem bírja 14 napig egyébként, ilyen 10. Be vannak rajta kapcsolva az értesítések. Ha kikapcsolsz minden értesítést, akkor tudja ezeket a 14 napokat, ezeket a számokat, amik ugye rá vannak írva. Ez pedig olyan 20 ezer és 25 ezer forint között szerezhető be. Érdekes egyébként, 20-asért láttam legdrágábban azt is, azt a kisebbet, de ez webáruháztól függ. Ez azért jóval tovább bírja, én azért inkább erre ruháznék be. Zuhanyozhatsz, úszhatsz és 50 méter mélységig buvárkodhatsz ezzel az órával. Király! Azt mondja, csatlakozhat a GPS, használatához magaddal kell vinni a teródat a zsebedben. Sokkal igényesebb, az ugye ilyen műanyag, átlátszó, ez pedig papír. A kis USB-s töltője itt viszont egybe van, tehát nem kell csatlakoztatni külön a kis dokkolóhoz az USB kábelt, mint a kisebbnél, hanem itt egybe van az egész, ez viszont nem mágneses. Ezt te pattintod rá. Miért nem mágneses? Fura. Aztán így széthúzod itt oldalt a két műanyagfület, és úgy tudod kivenni belőle. Ez mikor fárad el, ha? Ez viszont műanyagházban van. Nem alumíniumban. Ezen több gomb van már. Mindkét oldalán van egy gomb. Ha ki szeretné cserélni a főfülött témáját, nyomja meg és tartsa lenyomva a főképernyőt néhány másodpercig. Cserélhető a háttér? Hát, nem valami extra, de ez is valami. Ez a 4 féle, ami közül lehet választani szerintem. Lépésszámláló. Távolságmérő. Elégített kalória. Ó, és akkor fönt vannak az értesítések, hogyha lehúzod. Itt is cserélhető a szíj. Királyság. Ennél az óránál is lehet cserélni a szíjat. Nekem azért jobban tetszik ez, mint az előző. Egy fokkal. És ez a töltő az, ami ugye negatívum a szememben, hogy így rá kell pattintani. És nem mágneses. De egyébként minden más leszámítva. Szerintem egész rendben van. Itt is nincsenek hézagok, tehát nyilván ugye vízálló az óra. Búvárkodhat. Szerintem itt sokkal több funkció van már, mint a kereknél. Ez egy picit ugye elegánsabb. Ez fémkeretes, ugye fémvázas. Ez pedig szerintem műanyag. Hát kinek mire kell, ugye? Meg hogy mi az, amit szem előtt tart. A design, vagy inkább az, hogy ugye vízállóbb legyen. Minél több funkciót tudjon. És az üzemidő természetesen itt akár 14 nap értesítések nélkül hangsúlyoznám, ez fixen így van. Itt pedig ugye ez a 4 nap. Az egyiket pedig ki is fogom sorsolni köztetek, méghozzá ezt a kör alakút. Szerintem ezt a nagyobbat az öcsémnek adom, pont nemrég említette, hogy van-e nekem valami órám elfekvőben, mert szeretne egyet, és úgy döntöttem, hogy ezt neki fogom ajándékozni, ne haragudjatok rám. Őt pedig kisorsolom köztetek, aztán ahogy eddig is volt, írjatok egy kommentet itt a komment szekcióban a videó alatt, de szigorúan csak egyet, hogy ugye egyenlő eséllyel induljon mindenki, és egyet fogok majd ugye kiválasztani a végén. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy legyen benne az e-mail címetek, mert ez alapján tudom majd felvenni a kapcsolatot a győztessel, ugye akinek kiválasztom majd az órát. Szóval nagyjából ennyit erről a két ákmés óráról, azért itt a leírásban egy csomó linket megtaláltok még pluszban, hogyha szeretnétek informálódni, aztán jelentkezzetek erre a kis nyereményjátékra, ki fogom ezt majd osztani, szórni. Ha tetszett a videó, mindenki nyomjatok egy lájkot, ha pedig nem, ugye lehet diszlájkolni is. Adjatok egy esélyt, kommenteljetek, legközelebb találkozunk.
Szavaztok!